Hello, hello! Egy gyors kicsomagolás lesz. Méghozzá egy Aldis stúdió lámpa, egy Kazalux ledes fényforrás, ami a dobozon lévő ígéret szerint három színhőmérsékleten dolgozik, és egy 10 fokozatú állítási lehetősége van a fényerő tekintetében. Ez nagyon jó kis munkaasztalra, arcfénynek, stb. hogyha valaki videózik. Az ára sem túl borsos, 7000 forint volt, 6990, de azt tudjuk, hogy 7000. Csak a pszichológiai hatása szerint mondja mindenki rá azt, hogy 6000. Oké, okay, de ebben most nem menjünk bele. Jó, nézzük mit ígér nekünk a doboz. Ugye Kazalux LED stúdiolámpa ami háromféle választható színhőmérséklettel tud világítani, ami úgy néz ki, hogy 6050k, 4000k és 3000k, tehát sárga, fehér és elméletileg az a ö, nagyon kékes fehér. És maga a fényerő az 10%-tól 100%-ig állítható, 10 fokozatban. Fordítsuk meg, ha jól tudom, akkor a túloldalán már e, magyar feliratok is vannak, de ez is érdekes, hogy az eleje így van. A meg hát, így van, na mindegy. Váltson a három fényszín közt szükség szerint, igen. Van rajta egy ilyen gomb, amivel lehet váltani. Ugye itt látható, hogy fényforrás, egy kábel, USB töltőz csatlakozik, valószínűleg töltőfej nincs a dobozba. Miért is lenne? Van hozzá egy asztali konzol, egy teleszkópos nyél, arra egy ilyen rögzítőfej, és ugye arra megy rá a fényforrás. Oké. Okay. Végtelenül dimmelhető kapcsolóval. Ez érdekes, mert a dimmelhetőség az azt jelenti, hogy egy ilyen tekerő, de ez egy 10 fokozatú tekerő lesz, ami nem tekerő, hanem plusz-minusz gomb. A fényerő tekintetében 900 lumen tud erősen meg van csillagozva. Az alapszínhőmérséklete a 6500 K. 6500 Kelvin az a K, ha ja, valaki nem tudja. Az elektromos áramot egy 5 voltos és lehetőleg 2 amperes töltő fejjel kell neki biztosítani. 900 lumen fényerőt tud 6500 kelvin -en. Oké, a fizikai méretek ugye 230 mm széles, 175 mm magas, és a teleszkópos nyele az asztali felfogatással együtt 495 mm. Az USB kábele 2 méteres, és elméletileg 20 ezer óra, amit ígérnek neki... És itt írja, az USB kábelt egy USB tápegységhez kell csatlakoztatni, amely nem tartozik a szállítási terjedelemhez. Oké, okay, rendben, három év garancia van rá, a blokkot mindenképp rakjuk el. Ugye, a termékeknél csak a blokkkal bevisszük és cserélik, hogyha valami probléma van. Általában nem nagyon szoktak vele patillálni. Nézzünk bele a dobozba, mert a külseje már több mindent nekünk nem fog elárulni. Egy kicsit te. Igen, van egy bemetszésre, megtettük a bemetszést. Nézzük a dobozt. Terelési útmutató magyarul. Garancia jegy. És És ez valószínűleg valami angol nyelvű szerelési útmutató. De nézzük a magyart. Addig csukom. Oké. Okay. Bemutatja, hogy 180 fokban forgatható majd a muntona lámpa, tehát lehet előre-hátra hajtogatni. Hűszaki adatokat mutat, ugye azt már kint elolvastuk a dobozon. Itt van maga a vezérlő egység, fényerő plusz, színváltás gomb, fényerő mínusz és on-off kapcsoló, ennyi. Semmi extra. Szerelés, van a rúd, az asztalhoz rögzíthetőség, egy fejcsatlakozás és maga a világító test, és akkor mutatja, hogy ezeket szereljük össze, rögzítsük egy asztalra, és kész. Ha valakinek úgy van, akkor ezt háromlábú állványra, vagy ilyesmire is lehet rögzíteni, vagy ilyen kis háromlábú asztali állványra, az már lényegtelen. Mivel menetes ez a fej, valószínűleg sima ilyen kamera rögzítőre is rá lehet szerelni. De majd meglátjuk mindjárt, ugyanis itt vannak a dolgok, itt a kis rögzítő állványfej, alulmenet, fölül csavar, ez a szokásos, erre akár kamerát is tudunk rögzíteni. Ami nem rossz. Aztalhoz rögzíthető. Ez a kis húsdaráló felfogatás, én ezt így nevezem. Hát ezt mindenki ismeri. Egy csavar nincs hozzá itt a dobozba, mert elméletileg itt van egy hely egy csavarnak, bár menet nem lett belevágva, úgyhogy ez gondolom csak ilyen opció lett volna, hogy oldalról egy csavar, ami lerögzíti a, a rudat, amit belefogatunk. Oké. Okay. Nézzük a rudat először. Van egy menetvédő ilyen kis sapgumi. Hát műanyagos gumis sapka. Olyan, mint a szelep sapka a bringákon. Visszatekerem. A doboz nekem folyamatosan ki akar nyílni. Itt meghajtogattam a tetejét. Oké, most már jó lesz. És a teleszkópos rúd egy részből áll, az alja menetes, tehát nem csak így bele nyomjuk ide a felfogatóba, hanem egyszerűen így beletekerjük, és kész. De most kitekerem, hogy kevesebb helyet foglaljak vele. Jó. Itt egy egyszerű kis pillangócsavar, csavar, és ennyi. Hát 45 centit írt, tehát ez meg is hang körülbelül teljesen jó asztalra szerelve ez teljesen rendben van oké nézzük a magát a fényforrást a a rögzítő az egyszerűen csak itt beletekerjük amíg meg nem szorul, és utána beletekerjük a rudat, és rögzítjük az állványra. Ha visszavallazítva, ebben a kicsit visszalazítjuk, akkor ebben a tekerővel lehet fixálni, hogy oldal irányba nem menjen el, és ha ez a kis pillangó csavar ki akkor pedig forgatható, előre-hátra dönthető. Ha így rakjuk fel, hogy előre felé nézzen ez a kis vágat, akkor 90 fokban is be tudjuk dönteni az állványhoz képest. Tehát magyarul az asztal szélére rakjuk, és teljesen lefelé világít nekünk. Nagyon jó. Oké, nézzünk egy kis fénytesztet. Egy 2 amperes Samsung töltő fejbe fogom bedugni, ugyanis sejtettem én, hogy nem lesz ehhez töltőfej. Igaz, nem olvastam el a dobozát, mert arra rá lett volna írva. Bocsánat, azt nem néztük meg, hogy a kábelen itt vannak a kapcsolók. Itt lefordítom oldalra, vagy hogy legyen, mert nem akarom, hogy a kamerába belevilágítson most. Már végül is miért ne? és csak itt az asztalon kipróbáljuk. Rakok ide magam elé egy-két dolgot. Itt van például ez a TV okosító, itt egy távirányító, ugye ezen vannak színes felületek, plusz fehér felületek is, úgyhogy láthatjuk, hogy hogy világítja meg. Bekapcsolom a plusz fényt, és bekapcsolom a lámpát, Nos, felvétel közben kamerát kellett cserélnem, ugyanis az előző az automatikusan váltotta a fehér egyensúlyt, tehát igazából nem lehetett rajta látni a színváltásokat. Na de mindegy, nézzük most. Ez a sima fehér fény 100%-on, ez a sárga fény 3000 Kelvin, és ugye itt a 6500 kelvines es erős kék fény ez pedig négyezren a sima fehérnek felel meg. Nézzük, leveszem a fényerőt, átváltok sárgára, és itt ráadom a fényerőt, nem tudom, hogy a kamera mennyire fogja kompenzálni, majd meglátjuk a végén. Jó, kék fény, le, és föl. Sima fehér fény, és föl. Nos, ennyit tud ez a kis lámpion. Ha így felrakom a kamera mellé, akkor lehet igazán látni a különbségeket. És elkezdem váltogatni a színhőmérsékleteket. Kék, fehér, sárga. Hát sajnos a, a fényerőt hiába változtatom. Korrigál hozzá. És nem tudom rajta kikapcsolni sajnos. Na mindegy, de legalább a színhőmérsékletet láttuk, maximum szemből tudjuk még megnézni. Talán egy kicsit jobban látszik a No, akkor ez a kis stúdió lámpa. Ennyi lett volna a kicsomagolás és a teszt. Igazából én azt mondom, hogy szerintem ezt a 7000 forintot megéri. Láttam én már sokkal drágábban is. Vettem már ilyen kör alakú fényt is, arról is volt videó. Azt igazából nem is nagyon használtam, pedig szinte ugyanez. Tehát ugy ugyanilyen kapcsoló van rajta, ugyanígy kell használni. E, annyi, hogy azt, valami, azt e, talán olcsóbb, 3-4 ezer forintért vettem, de ahhoz nincs semmi rögzítési lehetőség, csak maga a fej. Jó, egyelőre visszacsomagoltam a lámpát, és valószínűleg a következő csomagolós videónál, vagy valami hasonló videónál már fogom használni, mert nagyon tetszik, nagyon hasznos, és jobb, mint egy nagy softbox, amiket most használok jelenleg, tehát annál egy kicsit praktikusabb. És szerintem, hogyha asztalon használom, ez a fényerő bőven elegendő lesz. Legfeljebb, ha nagyon tetszik, beszerzek majd még egyet. Jó, ja, akkor ez a videó ennyi volt, találkozunk a következő videóban. Hello, hello!